A trafik törvénnyel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót három éve áprilisban a szombathelyi MSP. A nyugat.hu a sajtótájékoztatóról adott tudósításában leírta, hogy a szombathelyi szocialisták szerint a helyi trafikpályázatokat kézi vezérléssel bírálták el, és a végső szó pedig Hende Csabáé volt. Emiatt perelte be alapot a fideszes képviselő, aki akkor még honvédelmi miniszter volt. Szerinte ugyanis a portál megsértette a személyiségi jogait. A bíróság viszont nem így látta. A jogerős bírósági döntés értelmében Hende Csabának 177 ezer forint per kellett megfizetni a nyugat.hu-nak. Csak hogy ez többszöri felszólítása sem tette meg. Udvariasan felhívtuk a figyelmét egy levélben, hogy egy újabb 15 napot adva számára legyen kedves ennek eleget tenni, nem tett eleget, kénytelenek voltunk követő módon beadni a végrehajtási lapot a bíróságra. főszergesztője szerint Hende Csabának politikusként élen kellett volna járni a bírósági ítélet végrehajtásában. Ha az ember elveszt egy pert, akkor lehet szomorú, lehet dühös, lehet más a véleménye, de ha ő ügyvéd, és ráadásul közéleti szereplő és politikus is különösen figyelnie kell arra, hogy a jogszabályokat betartsa. A végrehajtásról szóló hétfői cikk megjelenése után nem sokkal Hende Csaba befizette a tartozását a végrehajtónak. A volt honvédelmi miniszter tiába kerestük, nem akart nyilatkozni.